Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Újra kinyitott a szekszárdi piac, zökkenőmentesen vették a helyiek a járvány miatt bevezetett óvintézkedéseket. Fejbeszúrta az ismerősét, egy régi vitáját akarta így rendezni a dombóvári férfi. Sporttársai szerint óriási űrt hagyott maga után, tragikus hirtelenséggel elhunyt a 38 éves ketrec harcos. A muzsika hangjai több településen is felcsendült az utcazene a hétvégén. Újra kinyitott a szekszárdi piac szombaton, különböző óvintézkedések és szabályok mentén ismételten lehet vásárolni a helyi termelőktől a megyeszékhely központjában. Az időseknek 8 és 10 óra között van lehetőségük vásárolni piacnapokon. Ács Rezső polgármester és a Fidesz frakció tagjai a helyszínen maszkkal segítettek azoknak, akik nem hoztak magukkal. Sokan látogattak ki a piac térre szombaton. Több hónap után ugyanis újra kinyitott a szekszárdi piac. Volt, aki az ebéd összetevőit válogatta itt össze, más palántákat szerzett be a hétvégi kertészkedéshez. Nagyon örülök, mert én gyakran járok és vásárolok, úgyhogy... Miket vettél ma? Virágpalántát, és ide a gazdaboltba ugrok még fel egy-két dologért. Paradicsompalántát veszek. Az árusok azt mondták, sok a vevő, rengeteg árut adtak el reggel 8 órára. 20 ládát szerintem már biztos, hogy eladtunk. Tehát én nem gondoltam volna, hogy már ilyen forgalom lesz most az első nap. Úgyhogy nagyon örülünk neki. A vásárlókat három kapun keresztül engedték be a piac területére egy készfertőtlenítést követően. A vevőknek ajánlott a maszk használata, míg az árusoknak kötelező azt viselniük, csak úgy, mint a kesztyűt. Köszönöm szépen! Azokra a vásárlókra is gondolt a piac üzemeltetője, akik nem rendelkeztek védőfelszereléssel. Nekik a bejáratnál adtak maszkot, szombaton pedig a város polgármestere és a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői is segítettek a maszkok kiosztásában. Egyre inkább tisztázott az emberek számára az, hogy a többieket és a társadalom, tehát a körülöttünk lévő egyéneket védjük, és nem önmagunkat a maszk használatával. Felkészültek az emberek, szinte a legtöbb idősért, a legtöbb emberen maszk van. Nyilván ez azzal is összefügg, hogy a boltokban is kötelezővé tették, úgyhogy aki a szombati bevásárlást végzi, azok általában felkészültek, de még így is jönnek, akiken nincs, és örülnek, hogy kaphatnak. A piacon reggel 8 és 10 óra között csak 65 év felettiek vásárolhatnak. Ács Rezső azt mondta, az óvintézkedésekre, az árusok közötti távolság növelésére, az időseknek szóló idősáv kialakítására szükség volt a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében. Azért is gondoltuk, hogy jó modell lehet, mert például a szerdai napon mindenki, aki piacra szokott jönni, munka előtt jön be, tehát 8-szor előtt fog idejönni, úgyhogy azért mondta, hogy 3 napban kell gondolkodni. Alapvetően ugye nálam is most egy doboz maszk van, és osztjuk az ideérkezőknek, illetve fertőtlenítés is zajlik. A szekszárdi piaccal párhuzamosan az utcai árusítás is zajlik a városban. Így a termelők továbbra is árulhatják portékáikat a Tolnai megyeszékhely több pontján. A piac pedig szerdán, pénteken és szombaton tart nyitva, csak úgy, mint korábban. Hétfőtől kötelező a szájmaszk viselése a volánbusz járművein, és az első ajtón kell felszállni azokra a járatokra, amelyek nem érintik Pest megyét és Budapestet, közölte a busztársaság. A közleményben azt írták, a koronavírus járvány elleni védekezés új szakaszában a május 11-i üzemkezdettől jelentős változások lépnek életbe a közlekedési társaság járatain. Az autóbuszállomások nyitott részein a másfél méteres védőtávolság betartása a járványügyi szabályozás összhangban kötelező, a szájat és az orrot eltakaró eszköz viselése pedig ajánlott. Fejbeszúrta a saját ismerősét egy fiatal férfi Dombóváron. Az áldozat és a támadó régóta ismerték egymást. Az elfajuló vitához végül a támadó öccse is csatlakozott, őszintén késsel ment. Ezzel a fanyelő bicskával szúrta fejbe a saját ismerősét a dombóvári férfi. Nem most először találkoztak, egy korábbi vitájuk fajult tetlegességig. Férfiak dulakodni kezdtek,
amelynek következtében előkerült egy kés is, és a 20 éves férfi a dulakodás közben fejbe szúrta ismerősét. A megszúrt férfi nem rémült meg, egy gerebjen nyelével támadta az őt megkéselő ismerősére, majd az áldozat és a támadó kergetni kezdték egymást. Ezt észlelte a 20 éves férfi 17 éves öccse is, aki azonnal a verekedők után szaladt, egy másik kést ragadott meg, és azzal szaladt a verekedők után. A három férfit végül a rendőrök választották szét, most csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt kell felelniük, amiért alapesetben akár 3 év börtönt is kaphatnak. A késsel szúró dombovári gyanúsított, emellett még súlyos testi sértés miatt is bíróság elé áll majd. Hátba szúrtak egy férfit Simontornyán, a szállásadója támadt rá egy vita után, a két férfi egyháztartásban élt, az áldozatot a későbbi támadója fogadta be annak fejében, hogy az elvégzi a ház körüli munkákat. A drogfüggőséggel küzdő erőszakos szállásadó viszont többször bántalmazta a befogadott férfit, volt, hogy azzal fenyegette, megöli egy baltával. A hátba szúrás napján éppen reggelit készítettek, amikor összevesztek, az áldozat a szúrást észre sem vette, azt hitte csak hátba rúgták. Ezért, mintha mi sem történt volna, kiment az utcára. Ott vették észre a helyiek, hogy az áldozat erősen vérzik. A bíróság most döntött arról, hogy a késsel támadó férfi továbbra is letartóztatásban marad. A bíróság a letartóztatást azért hosszabbította meg, mert a vád irat benyújtásával együtt megállapítható, hogy fennáll a gyanúja annak, hogy elkövette ezt a bűncselekményt, a vádlott, aki már korábban többször volt büntetve, és korábbi büntetései sem riasztották vissza attól, hogy hasonló erőszakos cselekményeket kövessen el. Fennáll a bűnismétlés veszélye, illetve az, hogy amennyiben szabadlábon védekezne, a vele közös háztartásban lakó sértettet megpróbálná megfélemlíteni, illetve arra rábírni, hogy vonja vissza vallomását. Közel 22 millió forintot nyertek pályázatokon a bátaszéki önkormányzati tűzoltóparancsnokság munkatársai, a pénzből bérekre, működésre és eszközökre is fordíthatnak. Fertőtlenítő és lábmosó fogad mindenkit a bátaszéki tűzoltó laktanya előterében. Ezeket most kötelező használniuk a tűzoltóknak, mielőtt a szolgálati helységbe lépnek. Hiába a koronavírus, a munka itt nem állt le. A parancsnokság ugyanis 3 belügyminisztériumi pályázatot is megnyert az elmúlt napokban. Amit ugye a munkavállalók bérkorrekciójára tudunk használni, hiszen most a garantált bérminimumot is emelték az idei évben. Ezen kívül, aminek nagyon-nagyon örültünk, egy működési célú pályázatot nyertünk szintén a BMOKF által, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságon keresztül. Ez egy nagyon nagy összeg, ami számunkra 15 millió forintot sikerült elérni működési célra. Ezek mellett eszközök beszerzésére is lehetőségük nyílik a bátaszéki tűzoltóknak a 3. nyertes pályázatnak köszönhetően. Erre 4 millió forintot költhetnek. Egy 3 darab korszerű Dräger légzőkészüléket tartalékparackkal, illetve mentesítő állarccal nyertünk, egy korszerű kárhely megvilágító berendezést, illetve a napi szinten használatos motoros láncfűrészek azok, amiket pályáztunk. A bátaszéki önkormányzati tűzoltók ezek mellett még 30 darab tömlőt is tudnak venni a most elnyert 4 millió forintból. Nem a szekszárdi Baka István általános iskola melletti biciklipálya helyére szeretné építetni a most még a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelőt az Éljen Szekszárd frakció, hanem a szomszédos szupermarket melletti zöld területre. A biciklipályát fejleszteni szeretnék. Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke azt mondta, országos versenyek lebonyolítására is alkalmassá tennék a területet. A Baka István általános iskola melletti füves területet szemelte ki az új orvosi rendelő helyszínéül az Éjjel Szekszárd frakció, de semmiképp sem a meglévő biciklipálya helyére építenék azt. Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke azt mondta, a gazdasági bizottság korábban már pályázat beadásáról is döntött, aminek segítségével épp hogy fejleszteni szeretnék a biciklipályát. A fiataloknak egy olyan pályája lehet, amely a saját igényük szerint van kialakítva, illetve országos szintű versenyek lebonyolítására legyen alkalmas. Ez a célunk. Az Éjjel Szekszárd elképzelései szerint az orvosi rendelő a szomszédos szupermarket mögötti zöld területen kapna helyet. Az orvosi rendelő kicsit arrább, a mögötti területen lenne elhelyezve, mi elképzeléseink szerint. Természetesen ezt a lakossággal egyeztetni kívánjuk.
A helyszínen fórumot tartottak az Éhen-Szekszárd frakció képviselői, a területen további parkolók is épülnének az elképzelések szerint. A most még a kórház melletti Szabó Dezső utcába tervezett rendelőben 3 körzet 4700 fős lakosságának a házi orvosi kiszolgálását végeznék. Február 10-én az Éhen-Szekszárd tagjaiból álló gazdasági bizottság döntésével kötelezte a polgármestert, hogy írja alá a rendelő kivitelezői szerződését. A február 27-i közgyűlésen pedig döntöttek arról, hogy megbízzák a főépítést új helyszínek megvizsgálásával, de a folyamatban lévő kivitelezést nem állították le. Azt Ács Rezső polgármester tette meg a helyszín lezárásakor kialakult lakossági tiltakozás miatt. 69-en ellenezték aláírásukkal a beruházást, és több mint kétszer ennyien, 188-an támogatták azt. Eddig 20 milliót költött a város az épület tervezésére és kivitelezésére. Az elmúlt időszakban nyilvános egyeztetést is szerveztek az Éhen-Szekszárd frakció képviselőivel, ám azon végül a politikusok közül csak a polgármester vett részt, aki azt az álláspontot képviselte, hogy új helyszín keresésére már nincs idő. Az magában hordozza azt a veszélyt, hogy egyáltalán nem lesz rendelő, a város pedig így elveszti a már elköltött 20 millió felül azt a pénzt is, amit a 80 millió forintos nagyságrendű beruházásra nyert a területfejlesztési operatív programban. Tragikus hirtelenséggel életének 38. életévében elhunyt Vas Krisztián, a szekszárdi küzdősportokkal foglalkozó MMA Maori Team alapítója, edzője. Egykori tanítványai, edzőtársai azt mondják, Krisztián hatalmas űrt hagyott maga után, úgyis mint ketrec harcos, és úgyis mint felkészült oktató, edző. Ez utóbbira az életét tette fel. Égnek a mécsesek a szekszárdi sportutcában a Maori Team edzőterme előtt. A terem alapítója, edzője, akit sokan ismertek és kedveltek a városban, ugyanis szombaton tragikus hirtelenséggel elhunyt. A 38 éves sportoló a hétvégén rosszul lett, az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. Tüdőembóliában halt meg. A küzdősportok világában a döbbenet, az értetlenség ül ki az arcokra a szekszárdi sportember tragédiája miatt. Krisztiánt országosan is sokan ismerték, mi több, elismerték. Egy ordibába kérdeztem a srácot, mondom, ez igaz, aki telefonált nekem, mondom, ez igaz, ne, tényleg Vas Krisztián, mondom, biztos, Krisztián, biztos. Az edzőpartner, szintén közeli barát, Székely Ferenc, földharcos, nem kevesebbet állít, óriási űrt hagyott maga után Krisztián. Úgyis, mint nagy sikerek elérésére törekvő MMA-s ketrecharcos versenyző, és mint felkészült oktató, edző, ez utóbbira az életét tette fel. Nem csak a sportolók, nem csak a küzdő sportolók vesztettek nagyon sokat, hanem az egész város rengeteget vesztett ezzel a tragikus esettel, ami most itt történt, mert tényleg rengeteget vesztettünk. Tehát a gyerekek, ő volt az, aki a gyerekekkel legjobban foglalkozott ebbe a szegmensben. Első komoly ketrecharcos címmeccsét tervezte, a mostani vírusos napokban is készült szorgalmasan. Televíziónknak adott utolsó interjújában azonban fontosnak tartotta Vas Krisztián megjegyezni, már egyáltalán nem az ő karrierje számít, hanem a rábízott gyerekek pályafutása a fontos. Vidéken kezd újraindulni a közösségi élet, bár ez kizárólag szabadtérre és kisebb csoportokra korlátozódik. Tolna megyében utcai koncertekkel kedveskedtek az otthonukból egyre bátrabban kimerészkedőknek a hétvégén. Szekszárdon és Tolnán is több helyszínen tűntek fel zenészek, hogy szórakoztassák a lakosságot, vagy éppen köszönetet mondjanak munkájukért. Visszatért Szekszárdra a Filharmónia Magyarország által szervezett utcakoncert sorozat. A zenekar azonban átalakult, és két olyan muzsikus szállt be, akiknek erős kötődésük van a városhoz. Farkas Péter, a Pécsi Egyetem tanára, számos fúvós zenekari vetélkedőben volt már zsűrielnök. A szekszárdi születésű zenepedagógus azt mondja, ha hazahívják, minden körülmények között eljön. Pécset tanítok. Most amióta 10-15 éve Pécset tanítok, azóta a Pécsi Harson Együttes különböző pécsi részfós kvintetekben játszom. Mindig, amikor valaki kisegíteni kell, vagy éppen olyan a helyzet, hogy valaki helyett be kell ugrani. Most, miután Szekszárdra jött az együttes, én pedig szekszárdi születési vagyok, hát nem tudnak olyan helyzetet mondani, hogy amikor engem Szekszárdra hívnak, akkor ne jöjjek el. Pece Balást alapvetően jazz muzsikusként ismerik a városban, bár klasszikus zenészként végzett. Számára különleges élmény, hogy együtt játszhat volt növendéktársaival és tanáraival.
naponta 6 koncertet játszunk, 5-öt Szekszárdon és 1-et Bátaszéken. Úgyhogy az első két koncert az mint egy főpróba. Főpróbához tudom hasonlítani, és utána szépen összeállnak a dolgok, és minthogyha próbáltunk volna órákat, úgy szól a zenekar. Vasárnap a mentősöknek mondtak köszönetet munkájukért szekszárdi művészek egy a mentőállomáson előadott mini koncerttel. Május 10-én ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Ez alkalommal lepték meg őket a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai. Hihetetlen nagy szakmai tudással és szolidaritással vannak irántunk ezekben a nehéz időszakokban is, így mindenképpen kulturális élménnyel szerettük volna megköszönni ezekben a nehéz időkben is az ő segítségüket, és nagyon örülünk annak, hogy kiváló szekszárdi művészek közreműködésével tehettük meg mindezt. Ez pedig már a Tolnai Dunapart, mely ha zsúfoltságig nem is, de újra élettel telt meg a hétvégén. Ez a helyszín volt az egyik állomása a Városi Meglepetés Szerenát sorozatnak. A térzeneprogram célja, hogy országszerte rövid szabadtéri koncertekkel ismertesse meg a lakossággal a klasszikus zenét. Bár ez a jelenlegi karanténhelyzetre való tekintettel kicsit átalakult, és főterek helyett lakóvezetekben, parkokban szórakoztatják a járókelőket. Reméljük, hogy ebben a helyzetben, amikor mindenkinek egy kicsikét nehéz, mindenkinek egy kicsikét szűkösek a falak már otthon, reméljük, hogy tudunk egy kis jó kedvet és örömöt vinni ezek közé a sokszor igen, sötétnek tűnő hétköznapi környezetek közé. A közönség mindenhol örömmel fogadta a már rég nem tapasztalt élőzenei élményt. Regionális híreink következnek. Élelmiszerjátékok és tisztálkodási szerek adományokat gyűjtenek a rászoruló pécsi családoknak. Bizonytalan a turista utak sorsa, a járvány miatt felértékelődhet a hazai nyaralás. Nyitnak a strandok és büfék, optimisták a vendéglátósok a Balatonnál. Több autó és még egy utánfutó is szükséges volt ahhoz, hogy elszállítsák az összegyűlt adományokat a pécsi családsegítő központba. A szervezet több mint 670 rászoruló családot tart számon. Az ő megsegítésükre indított el egy adománygyűjtési akciót a pécsi család és karrierpont. Utánfutón érkezett adományokat pakolnak a pécsi családsegítő központ udvarán. A nemrégiben megválasztott Baranya női példaképe, valamint a napokban elindult pécsi kistérségi termelői hálózat elindítója, Ambrein Tamásné miskolci boglárka és férje hozták több autóval a csomagokat. A tartós élelmiszerektől kezdve szalámin keresztül, friss kenyéren át, édességek, ropogtatnivalók, kifejezetten egészségtudatos élelmiszerek is kerültek a csomagba. Ezen kívül játékok, könyvek, függöny, terítő, ruhák, rengeteg ruhát kaptunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg minden szerepel. Emellett tisztító és tisztálkodó szereket is tartalmaznak a felajánlások. Ezeket cégek, de zömében magánszemélyek adományozták. Boglárka és családja számára mindig is fontos volt mások megsegítése és az egészséges életmód. Ezért is csatlakoztak a Pécsi Család és Karrierpont adománygyűjtő felhívásához. Mi ezt a kampányt úgy is hirdettük meg, hogy ezt a csomagot otthon a meglévő, esetleg most felhalmozott tartós élelmiszerekből bárki össze tudja állítani, és hogy vonjuk be a gyerekeket, és ezt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy lássák azt, hogy ugyan most minden családnak nehezebb, mint a vírus előtt volt, de vannak olyan családok, akiknek nagyon nehéz, és ha tehetjük, akkor segítsünk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó nevelési módszer is, hogy lássák azt, hogy igenis nagyon fontos, hogy segítsünk a rászorulóknak. A hatalmas mennyiségű élelmiszerből, játékokból és tisztítószerekből álló csomagokat pécsi rászoruló családok között osztják szét. Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai az év minden részében végeznek ilyen feladatokat, most azonban különösen nagy szükség van a segítségre, tudtuk meg az igazgatótól. Ebben az időszakban, tehát a járványügyi időszakban 670 megkeresés érkezett, aki valamilyen adományra szorul. Ugye az adománynak a jelentős része, akik azok élelmiszer lett, amit igényelnek, de megjelent a digitális oktatásból kifolyólag olyan informatikai eszközök is, amik az otthoni tanulást tudnának segíteni. A most beérkezett adományokat a napokban ki is szállítják a családoknak. Ezután továbbra is várják az önzetlen adakozók felajánlásait, legyen az élelmiszer, játék vagy bármilyen digitális eszköz.
Bizonytalan még, hogy mikor érhetik el kedvenc külföldi célpontjaikat a magyar turisták, mondja a pécsi idegenforgalmi szakember. Hiába nyitnák meg határaikat az országok, a járványhelyzet miatt félnek az utasok a távolabbi célpontoktól. Közben a turisztikai irodák nehéz helyzetbe kerültek, nincs bevételük március óta, miközben vissza kell fizetniük az elmaradt utak előlegeit. De a pénz a legtöbb esetben a fogadóhelyeken van külföldi partnereiknél. Horvátországról készült ez a bemutató kisfilm, amely a magyar turisták első számú célpontja nyáron. Azonban a koronavírus járvány miatt zárva vannak a határok, bizonytalan, hogy mikor érkezhetnek ide utazók, mondja a pécsi idegenforgalmi szakember. Tervezik a nyitást júliusra, elsősorban ugye a görögök jelezték ezt, a horvátok gondolkodnak egy turista folyosó létrehozásáról, bizonyos országok állampolgárait engednék. De újból elindul egy hullám, akkor természetes az, hogy megint mindenki bezárkózik. Tehát ezért nagyon nehéz előre tervezni. Ennek az utazási irodának a vezetője Vétekemi. Azt mondja, januárban, februárban még voltak foglalások náluk, de március óta zárva vannak. Az elmaradt áprilisi-májusi utak miatt most a hazai irodák visszautalják a kifizetett előlegeket az ügyfeleiknek, de más módon is próbálják őket kártalanítani. Felajánlották azt a lehetőséget, hogy foglaljanak át egy őszi időpontra, és a másik pedig a voucher, hogy utazási utalványt adnak, ami jövő év végéig felhasználható. Ez egy nagyon nagy gond a turoperátoroknak, mert a pénzük az a lefoglalt utakban a világ különböző részén kint van. Bevétele semmi, és most fizesse vissza az előlegeket. A szakember úgy véli, a hazai turisztikai célpontok értékelődnek fel a járvány miatt. Az emberek nem mernek messzire utazni, mert félnek, hogy ha történik valami, megint lezárják a határokat. Ezért inkább hazai célpontokat választanak majd. A társasutaknál külön probléma, hogy ezeket sok 65 évnél idősebb kereste a járvány előtt. Most ők arra vártnak, hogy megtalálják az ellenszert a koronavírusra, és majd csak utána vállalkoznak turistautakra, mondja a szakember. Egymás után nyitnak a balatoni strandok és büfék. A kerthelyiséggel rendelkező egységek többsége már várja a vendégeket. Általában több óvintézkedést is tesznek azért, hogy a turisták biztonságban legyenek. Például rendszeresen fertőtlenítik a sószórókat, étlapokat és törlik az asztalokat. Fonyódon már pénteken délben élénk volt a forgalom a kikötő előtti üzletsornál. Családok, kerékpárosok élvezték a kellemes időben a teraszon elfogyasztott ebédet. Eljöttünk egy kicsit most egy kicsit kirándulni, meg szétnézni, aztán most megebédeltünk így a séta után. Ebben az étteremben olyan étlapokat gyártottak, amelyeket könnyű tisztán tartani. Direkt ilyen műanyagra lett nyomtatva, tehát nem papír alapú az étlap már, mint régen hagyomány, hanem műanyag, tehát könnyen tisztítható. A vendégek, mint mondják, teljesen biztonságosnak tartják a teraszokon elfogyasztott ételeket, és nagyon várták már a szabadabb létet. Minden rendben van, higiéniailag mindenféle szempontból nagyon kedvesek, és az árak is nagyon kompatibilisek ahhoz a minőséghez, amit adnak. A vendéglátósok felkészültek a turisták fogadására, és rendszeres fertőtlenítéssel biztosítják a hozzájuk betérők biztonságát. Nagyon vártuk. Végre sikerült kinyitani. Igaz, egy kicsit hézagosan, de azért megpróbáljuk a vendégeket úgy kiszolgálni, ahogy előírja a rendelet. Tehát megvannak a másfél méterek, kézfertőtlenítés, kézmosás éjjel-nappal, tehát a pénzek után is állandóan, tehát odafigyelünk. Nyitott üzemmódban lesznek a vizes blokkok, néhány lejárót leraktunk már, de természetesen azok, amiket az MTÜ ajánlásával megtett, a két óránkénti vizes blokk, takarítás és fertőtlenítés, valamint a lejároknak a időnkénti fertőtlenítését, azok a vállalkozók, illetve a városüzemeltetés, aki a strand karbantartását végzi, ezeket betartjuk, és így várjuk a vendégeket. A polgármester csak úgy, mint a vállalkozók, nagyon optimisták. Úgy látják, minden esély megvan egy jó turisztikai szezonra a Balatonnál. Így vélekednek a többi tóparti településen is, és hétről hétre egyre több helyen nyitják meg a strandokat is. És végül nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Újra kinyitott a szekszárdi piac, zöggenőmentesen vették a helyiek a járvány miatt bevezetett óvintézkedéseket.
Fejbeszúrta az ismerősét, egy régi vitáját akarta így rendezni a dombóvári férfi. Sporttársai szerint óriási űrt hagyott maga után, tragikus hirtelenséggel elhunyt a 38 éves ketrec harcos. A muzsika hangjai több településen is felcsendült az utcazene a hétvégén. Kedden hideg front alakítja az időjárást, borongós égbolt várható, gyenge eső, de akár zápor is előfordulhat. Kezdetben a szél is viharos lesz, jelentősen lehűl az idő, délután mindössze 12-14 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!